A Szavária Egyetemi Központ két karának egyike a berzsenyis hagyományokon alapuló tanárképzés lesz. Klasszikus szakokkal könyvtár, magyar, történelem, nyelvek, köztük horvát és szlovén nyelvtanárok képzésével, illetve a tanítóképzéssel. És van a természettudományi kar, és felvetődhet az a kérdés, hogy a természettudományi kar miért marad önálló. Azért, mert úgy tűnik, hogy ennek a karnak van egy speciális útja a jövőben, ez az út pedig kötődik a Vas megyei iparvállalatok által megfogalmazott igényhez, hogy itt legyen majd egy olyan mérnöki, gépészmérnöki képzés, mely az ő munkaerőpiaci igényeiket kielégíti. Jelenleg 300 mérnökre lenne igény, de a kutatófejlesztő központok Szombathelyre telepítésével ez a szám többszöröződik. Amiről beszélünk, ennek szakmai feltételrendszere van, akkreditáció és így tovább, valamint van egy nagyon komoly anyagi háttérrendszere, ezt a Nyugat-Pannoni Jármű és Mechatronikai Központ keretein belül szeretnénk részben biztosítani a szükséges forrásokat. A szombathelyi mérnökképzés indításának határideje sürgető, hiszen a gépészeken kívül villamos mérnököket is igényelnének a cégek. Nagyon ideálisan, nagyon sok körülmény, abszolút pozitív összejátszása esetében lehet indítani. Akár egy év múlva, reálisabb akár 15-ben indítani, de minden esetre, ahogy említette, egy új, vagy én azt mondom, egy régi új kar indítása és életben tartása, fejlesztése a cél. A prognózis szerint 2016 körül Vas megyében közel 2000 mérnök fog dolgozni. Én azt gondolom, hogy óriási lehetőség előtt vagyunk, azon dolgozunk, hogy az a kormány határozat, ami tavaly decemberben megszületett, ami kiemelt térsége nyilvánított bennünket, ez külön konkrét soron jelenjen meg a 14-20-as fejlesztési elképzelésekben, mint egy kiemelt zóna, kiemelt gazdasági övezet, most teljesen mindegy milyen megnevezéssel, és szeretnénk ehhez a forrásokat biztosítani, és ennek egyik eleme lenne egyébként a felsőfokú oktatás finanszírozása. A politikai szándék, a gazdasági élet és az egyetemi akarat megvan. A térség fiataljainak elhatározása szükséges még a szombathelyi mérnökképzés elindulásához.